Rangadóval zárta az elmúlt évet, és rangadóval indította volna az új eszendült a Szánsányik Decemberben Békés Csabán elveszítette veretlenségét Kovács Tibor együttese, a január elejére kiírt Deac 2 elleni találkozó, viszont az ellenfeles sújtó betegség hullám miatt elmaradt. Így az elmúlt hét végén a mezőberény ellen lépett pályára először tétmecsen 2022-ben a nyíregyházi csapat. A találkozót magabiztosan 26 ponttal nyerték a hazaiak, megszerezve tizedik bajnoki győzelmüket vártuk, hogy egy erős ellenfél ellen találkozunk, de sajnos a betegségek, illetve a sérülések közbe szóltak az ellenfélnél, és halasztásra került az a mérkőzés a Deac 2 ellen. Így elég sok idő maradt ki játék nélkül, amit próbáltunk ugyan edzéssel pótolni, de hát nem ugyanaz, amikor játékban, mérkőzésben van egy csapat mint az amatőr csapatok legtöbb én itt a munka és a tanulmányi elfoglaltságok mellett próbáljuk a edzéseket és a felkészülést szervezni, több-kevesebb sikerrel. Voltak nekünk is problémáink az első mérkőzés előtt, de összességében maga biztos sikert arattunk. Ebből próbálunk tanulni, és az ott látott negatív teljesítményeket vagy problémákat a védekezésben és támadásban próbáljuk kiküszöbölni. Az elmúlt hetekben történtek változások a Sunshine Nyiksa játékos keretében. Vannak távozóink év elején és évközben is sajnos a munkai és tanulmányi családi problémák miatt, de nagy örömünkre érkezők is. Visszaérkezett ismét a csapatunkhoz Gáspár Balázs, egy régi játékos, aki a megyékos álábrázásban elsősorban utánpótlásban játszott Skolcov Gergő, aki a tanulmányait annyira ház egyetemen folytatja és ismét csatasor válti Tisza aki a munkahelyi elfoglaltsága mellett azért bízunk benne, hogy hosszabb távon is ebben a szezonban tudja segíteni csapatunkat. Az NB2 keleti csoport tabellájának élén a Békés Csaba áll tíz győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Szányseny A Nyíregyháziak legközelebb a 4 hetes mutatóval 8. BKG Prima Akadémia Debrecen csapatát fogadják. Papírforma alapján mi vagyunk az esélyesek, és azért ezt szeretnénk érvényesíteni és azokat az elemeket, amiben javulnunk kell, amit már az előbb is említettem, azokat szeretnénk viszont látni, és elsősorban a csapat teljesítményt előtérbe helyezve úgy védekezésben, mint támadásban, és természetesen győzelmet várunk a csapattól. A Sunshine Nyisse BKG Prima Akadémia Debrecen mérkőzés pénteken 19 órakor kezdődik a Bánki Csarnokában.